Üdvözlöm a kedves televíziónézőket, aki beszélő című műsort látják. Különleges adás a mai, a Beregszászi Főiskoláról jelentkezünk, nemrég ért véget a KAMKESZ 31. tisztújító közgyűlése. Üdvözlöm Brenzó is Lászlót. Jó napot kívánok! És egyben gratulálunk is önnek. Köszönöm. A küldöttek újabb 3 évre önnek szavaztak bizalmat, folytathatja a KAMKESZ elnökeként a munkáját. Rendhagyó volt a mai választmányi ülés a koronavírus miatt, de ha fogalmazhatunk úgy, akkor a kárpátai magyarság elmúlt időszaka is rendhagyó és különleges volt. Mit emel neki talán a nehézségek és a feladatok közül az elmúlt időszakból? Nagyon sok mindent. Az elmúlt 3 évben számos sikert értünk el, ugyanakkor számos megpróbáltatásnak voltunk kitéve. Elsősorban ugye a koronavírus járvány, ami rányomta a bélyegét ennek az évnek az eseményeire. Azonban folytatódtak sajnálatos módon azok az intézkedések, amelyek korlátozni kívánják a kárpátai magyarságnak a jogait. Számos támadásnak voltunk kitéve, de ennek ellenére a KAMKESZ folytatta működését és folytatja működését. Különböző programok végrehajtása terén jelentős sikereket értünk el, óvodaprogram, bázisiskola program, EGELEDE programnak a végrehajtása. És képviselőnk is az elmúlt időszakban helyét álltak mind a megyei, mind pedig a helyi tanácsokban. Optimizmusra ad okot az is minden nehézség ellenére, hogy az elmúlt 5 évben 56 millió dollárnyi támogatás érkezett Kárpátaljára, amelyből iskolák, óvodák újultak meg, ide tartozik az EGELEDE gazdaságélénkítő program is. Mit emel neki ezekből a támogatásokból az elnök úr? És ezeket emelném ki, elsősorban ezek voltak a leglátványosabbak. Kárpátalján az elmúlt időszakban soha nem látott fejlesztések történtek meg, hiszen gondoljunk bele abba, hogy az összes óvodát, még egyszer szeretném aláhozni, összes óvodát sikerült felújítani a KMPS szervezésében a magyar kormány támogatásával. A keleti partnerség program keretében már több mint 100 objektumot újítottunk föl. Folytatódik a bázisiskola program, amelyek keretében az összes jelentős magyar iskolát fel fogjuk újítani. Ebben az évben 5-öt fogunk átadni. Az EGELEDE terv keretében több mint 5000 vállalkozás kapott támogatást, és a legutóbbi kutatás adatok szerint igen jelentős mértékben járult ez hozzá a vállalkozások fejlődéséhez Kárpátalján. Ezek soha nem látott dolgok, és reméljük azt, hogy ez is hatni fog a kárpátai magyar közösség fejlődésére arra, hogy az emberek megtalálják számításokat szülőföldjükön. Az elnök úr a napokban tárgyalt Magyar Levente külügyminiszter helyettes úrral. A tervek szerint az EGELEDE gazdaságélénkítő program keretében a vállalkozásfejlesztés kategóriákban talán már napokon belül eredményeket hirdethetnek. Ez a téma nagyon érdekli a kárpátai magyarokat, hiszen sokan pályáznak, valóban napokon belül eredményeket hirdethetnek? Megkezdjük a kifizetést a turisztikai fejlesztések terén. Napokon belül közé fogjuk tenni a nyerteseknek a listáját a vállalkozások terén, és még az idén megtörténik a döntés a mezőgazdasági pályázatok ügyében, összes támogatást még az idén ki fogjuk fizetni, és hogyha ügyesek leszünk, akkor még az idén meg tudjuk hirdetni a pályázatokat a következő évre is. Hogyha az elmúlt időszakot elemezzük, akkor talán az egyik kulcsmozzanat, hogy nem történt változás Kijev politikájában, hiába volt elnökválasztás, hiába volt parlamenti választás. Fogalmazhatunk úgy, hogy az a gyökeres változás nem állt be, amely a kárpátai magyarság számára pozitív lenne? Gyökeres változás nem állt be tulajdonképpen semmilyen területen sem, hiszen elsősorban az a remény, ami arra vezette az embereket, a választópolgárokat, hogy Zelenszkij elnök úrnak, illetve a Népszolgálja pártnak szavazzanak bizalmat, az arra irányult, hogy legyen béke az országba, változzanak meg azok a törvények, amelyek feszültséget okoznak, és amelyek szűkítik a kisebbségeknek a meglévő jogait, illetve induljon el egy gazdasági fejlődés az országban. Ezek a dolgok sajnos nem történtek meg, és nem beszélhetünk jelentős sikerekről a ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztését illetően, illetve a határmenti infrastruktúra kialakítása illetően. Azonban bízunk a jövőben, hogy ezek a folyamatok beindulnak, és ennek egy fontos eleme lesz a önkormányzati választás. A kárpátai magyarságnak bizonyítanék ezeken a választásokat is, hogy meg akar maradni szülőföldjén, és szeretné azt, hogy legyen érdekképviselete a különböző önkormányzatokban. Emiatt fontos az, hogy minél többen menjünk el szavazni, és támogassuk a magyar politikai erőket. Ha a helyhatósági választások szóba kerültek, akkor milyen egy hónap vár a KAMKESZ-re? Hogyan lehet mozgósítani az embereket, hogy menjenek el szavazni? Dolgot nehezíti természetesen a koronavírus járvány, illetve az, hogy az UMDS-szel nem sikerült megegyezni a megyei közös listát illetően.
elmondtuk azt a, épp az önök adásában, utolsó pillanatig fogunk várni. Azt hiszem, egy kiváló ajánlatot kapott a partnerszervezet, minden második hely a megyei listán az övék lett volna. Ezt elutasították, és nem indítanak listát a megyei közgyűlésben az UMDS részéről. Ez a Kárpátaljai Magyar Érdekképviseletnek a feladását jelenti. Mi azonban fölkértünk UMDS-es politikusokat, jelesen Péter Csabát és Ezes Károly urakat, hogy induljanak a listánkon. Ezt ők elfogadták, ezeket a képviselőjelölteket most megszavazta a KMKSZ UMP-nek a közgyűlése, és fölhívom az UMDS-es szavazókat, hogy szavazzanak az egyetlen listára, a KMKSZ UMP listára a megyei választásokon. És az is elhangzott, hogy a KMKSZ Beregszászban, a Kárpátaljai Magyarság Központjának számító városban Babják Zoltánt támogatja. Így van, mi fontosnak tartjuk az együttműködést, és Babják Zoltánnak kiváló munkakapcsolat alakult ki az elmúlt időszakban, a múlt választásokon, és őt támogattuk, most is őt fogjuk, és reméljük azt, hogy meg fogja nyerni ezeket a választásokat. Sokan vannak külföldön, az elmúlt választások alkalmával is észrevehető volt, hogy azért alacsonyabb a részvételi arány, mert sokan külföldön dolgoznak, élnek. Haza lehet csalogatni az embereket, hogy szavazzanak? Mindent el fogunk ennek érdekében követni, és fogjuk kérni a magyar kormányt, hogy könnyítse meg a választási időszakban a határátkelést is. Ha magyar-ukrán kapcsolatokról beszélünk, akkor még fontos megemlíteni, hogy szerdán a tervek szerint Szijjártó Péter magyar és Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter Kárpátaljára látogat, Ungváron és Beregszászon is tárgyalnak. Milyen fejlemény lehet ennek a találkozónak? A magyar kormányzat igen jelentős gesztusokat tett és tesz Ukrajnának. Most is 50 lélegeztetőgépet fognak átadni a kárpátaljai egészségügyi intézményeknek. Ez egy soha nem látott dolog. Reméljük azt, hogy folytatódik a felmelegedés ennek a viszonynak, és ezek a tárgyalások eredményesek lesznek. Brenzovics Lászlónak köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert a következő részben. Részemről a szerencse. Üdvözlöm házigazdánkat, Orosz Ildikót, a Beregszászi Főiskola elnökét, illetve a megyei tanács képviselőjét, illetve Barta Józsefet, a KMKSZ elnökét, a Kárpátaljai megyei tanács első elnök helyettesét. Nemrég ért véget a KMKSZ ukrajnai magyar párt jelölt állítása. Ennek kapcsán a témánk a közelgő ukrajnai helyhatósági választások. Kezdjük azzal, hogy értékeljük a most még tartó, de hamarosan véget érő ciklust. Nagyon sokszor hallottuk azt a kifejezést, hogy a 8-tagú KMKSZ frakció volt a mérleg nyelve az elmúlt ciklusban a Kárpátaljai megyei tanácsban. Mit jelent ez? Milyen kérdésekben mutatta meg magát, hogy a KMKSZ valóban a mérleg nyelve volt? Üdvözlöm a nézőket. Azt gondolom, hogy nagyon sokrétű volt az a feladat, amit elláttunk, de hogy mérleg nyelve voltunk, az elsősorban ott mutatkozott meg, amikor magyar érdekek mellett állt ki a KMKSZ és a KMKSZ frakció, és ez ügyben mondjuk fordultunk a felsőbb szervekhez. Ilyenkor a megyei tanács többsége támogatta a kéréseinket, illetve a mi felháborodásunkat, és voltak ilyen kérdések, amiben ugyan nem mindig sikerült pozitív választ kapni Kijevtől, de megmutatta azt, hogy Kárpátalján ezt fontosnak tartják. Ilyen volt például az anyanyelvi, az oktatási, az anyanyelvi törvény, vagyis a kisebbségi törvényekkel kapcsolatos interpellációink, de hát többször felvetettük azt a kérdést is, hogy nyissák meg a határokat, illetve voltak olyan javaslataink, ami megkönnyítette volna az itt élő emberek életét, például az, hogy a halangrábi és a kaszonyi határátkelőket nyilvánítsák éjjel-nappalival, ami ugye levenni a terhet Beregszász és Csap határátkelőkről, és könnyebb lenne, vagy hogy szorgalmaztuk, hogy új határátkelőket nyissanak, hisz Európában általában 10 kilométeren belül vannak ilyenek. De voltak fontosabb olyan fontos kérdések is, amelyek lehet, hogy kicsinyesnek tűnek, de ez határozza meg az életet. Például ilyen, hogy támogattuk és meghallgattunk ugye minden pontos pozícióra kinevezett igazgatót, így a vár, a múzeum, vagy akár a képtár igazgatóját, és például a KMKSZ frakciónak köszönhetően a megyei képtárat az egy magyar ember vezeti, vagy a várban olyan igazgató került a posztra, akivel együttműködve meg lehetett nyitni azt a kiállítást, ami az itt élő 1000 év
évünkről szól, vagy az magyarok ezer évéről Kárpátalján, de volt ilyen, hogy a magyar és kisebbségi kérdéssel kapcsolatban elfogadtunk egy programot, amit a tanácsnak támogatni kell, valamint számos település és magyar iskola és település kapott olyan tornatermet vagy udvart, a műfüves pályákat, ahol a fiatalok sportolhatnak. Iskolákhoz és rendelők felújításához járultunk át hozzá állami költségvetésből, hogy más nem mondjak, a Beregszázi Kossuth Lajos középiskolának a tetőszerkezetéhez 500 ezer grivnyával, ami mondjuk a kárpátaljai viszonylatban elég nagynak számít, ha ennyit sikerül kapni, de ez nem ez volt az egyetlen, mert 1 millió grivnyát is sikerült hozni oktatási intézmények, óvodák felújítására az állami költségvetésből. De voltak olyan kérdések, és ami esetleg úgy tűnik, hogy egy megyei szinten nem kellene vele foglalkozni, mert magától értetődik, mégis mi foglalkoztunk vele ahhoz, hogy erőt adjunk az otthon küzdő közösségeknek. Csak hármat említenék ebből, ami nagyon érdekes, és ami alátámasztja azt, hogy miért van szükség megyei, meg bármilyen szintű képviseletre. Például majd 30-40 év kihagyással Fancsikán iskola akart indulni, osztály, de a helyi igazgató ellenállt, és azt mondta, hogy a szülők kerítsenek pedagógust, meg osztálytermet, mert nem tudja őket elhelyezni. Hát ez abszurd, hiszen egy igazgató feladata, hogyha törvényileg 5 szülő kéri, akkor nyisson ilyen osztályt. Egy hasonló helyzet volt Újhelyen, ahol az 5. osztályt nem akarták megnyitni, arra hivatkozva, hogy nincs pedagógus, majd ha kerítenek a szülők. Ez megint egy furcsa helyzet volt, vagy épp a legutóbbi helyzet, ami nyáron történt, ugyanebbe az Újhelyi iskolába a magyar tagozat számára nem indítottak napközis csoportot. A szülők kérték, az igazgató azt mondta, hozzanak pedagógus, nincs benne a költségvetésben, ezt nem tudja megoldani. Megyei képviselőként fordultam az oktatási osztályhoz, hivatkozva törvényes jogainkra, hogy 5 szülő esetén meg kell ezt indítani. Tegnap kaptam a hírt, hogy a napközis csoport elindult, és lám-lám, nem kellett nekünk külön keresni embereket. De Beregszázi járásban volt ilyen abszurdum, hogy az egyik iskolában, ahol nincs magyar oktatás, ez a bakosi középiskola, ott az igazgató úgy engedte meg a délutáni vasárnapi iskolát, amit nem az áram finanszíroz, hanem a pedagógus szövetség, ha a szülők maguk takarítanak. Hát ukrán adófizető polgárok gyermekei járnak egy ukrán állami iskolába, ahol nekik ugyanolyan joguk van foglalkozni, mint azoknak, akik anyanyelven tanulnak. Ráadásul mindezt a délutáni órákban, amit az állam nem is finanszíroz. Tehát ilyen kérdésekkel is kellett foglalkoznunk, de én azt gondolom, hogy ez az 5 év, ez nagyon hasznos volt, mert mindenki a saját szakmájának megfelelő bizottságokba dolgozott, és ott ebből a munkából nagyjából ki tudta hozni azt a maximumot, amit az adott körülmények között ki lehetett hozni az elmúlt 5 évből. Alelnök úr, fogalmazhatunk úgy, hogy a közigazgatási reform során is érvényesült a magyar érdek, főleg magyar települések egyesültek magyar településekkel. Üdvözlöm a nézőket. Hát igen, fogalmazhatunk így is, de hát ez csak egy morzsa mindabból, amit sütögettünk az elmúlt 5 évben. De egy fontos részlet, akár szeletnek is nevezhetném. Egyetlen egy dolgot kivéve, Izsnyétét, minden egyes érdekünket sikerült érvényesíteni. De én egy kicsit messzebbre mennék, tehát úgy gondolom, hogy a 2015-ös történelmi sikerű önkormányzati választások után a megyei tanácsba jutott 8 képviselő, 5 KMK-t és 3 OMDSZ-es példamutatóan tudott együttműködni, és ezzel az egész kárpátaljai magyarságnak tudott példát felmutatni, hogy az együttműködésre van lehetőség, esély, és az egységre is. 5 év alatt egyszer sem volt köztünk olyan vita, amit ne tudtunk volna kezelni, és ne tudtunk volna kifelé teljes egységet mutatva dolgozni, szavazni, és így a KMK-sz frakció a legnagyobb tiszteletet és elismertséget vívta ki a megyei tanácsban. Sajnos, hogy ez az egység most nem valósult meg a választások előtt. Az eredményességünket felbontanám néhány csoportra. Kádárkérdések, politikai kérdések, gazdasági kérdések. Sikerült elérnünk azt, hogy ne csak a megyei tanácsban legyünk jelen, hiszen a tanács ez olyan, mint egy országban a parlament, tehát döntéshozó szer, de nem végrehajtó. És az adminisztráció, közigazgatási hivatal, ahol a végrehajtók ülnek, ahol a valódi irányítók ülnek, és sikerült oda delegálni az embereinket a legfontosabb
főosztályokba, osztályokba, úgy, mint oktatás, kultúra, egészségügy, vagy nemzetiség kisebbségi és vallásügyi főosztályok és osztályok, mégpedig vezető pozícióba, akik az érdekérvényesítést tudták megvalósítani a végrehajtó hatalomban, a magyarság érdekvédelmét és érdekképviseletét. Ennek is, ezt is eredményként mondhatjuk el. A politikai az, hogy amikor kellett fellépni a megyei tanácsnak, amit már az előbb elnök asszony is elmondott, olyan ügyekben, mint a oktatási törvény, a nyelvtörvény, akkor Kárpátaljai megyei tanács egyetlenként Ukrajnában, vagy egyhangulag, vagy nagy szavazat többséggel megszavazta azokat a beadványainkat, amelyben tiltakoztunk ezen törvények, vagy esetleg korábban törvénytervezetek ellen is. És ez a mi frakciónk tevékenységének az eredménye volt. Sikerült megtalálni az együttműködés lehetőségeit a nem magyar képviselőkkel, képviselői frakciókkal is, akik ilyen kérdésekben is támogattak minket. De a közigazgatási reform talán a legnagyobb siker, hogy így mondjam, hiszen minden egyes akaratunkat sikerült érvényesíteni a megyei tanácsban, és amikor a kistérség megalakulásakor a megyei tanács múlt év szeptember 26-án elfogadta a perspektívikus tervet, akkor minden egyes olyan kistérséget, amit lentről kezdeményeztek, és ami a magyar érdek volt, sikerült átvinni a megyei tanácson, és csak a mi javaslatunkat szavazta meg egyhangulag a megyei tanács, ami egy sikernek mondható. A gazdasági kérdésekben pedig hát azt hiszem, hogy a frakció súlyához képest, hiszen 8 képviselő 64-ből egy 8-ada csak, azt hiszem, hogy azokból a pénzekből, amelyekből lehetett a fejlesztésre irányozni valamennyit, nem kevés ez az összeg, illetve nem sok ez az összeg sajnos ahhoz képest, hogy mennyire lenne szükség, mi nagyobb részarányban tudtunk részesülni. Ez a megfelelő és sikeres lobbynak volt az eredménye. Úgy útépítésre, mint más szociális objektumok, fejlesztések finanszírozására. Látszik az útépítésekben, hogy van előrehaladás. Azt is tudjuk, hogy még rengeteg a szükség, de ha ezzel az úton fogunk tovább haladni, és megint lesz olyan megyei tanácsi képviselet, meg helyi tanácsi képviselet, hogy a forrásokat oda lehet irányítani, ahol a szükség nagy, és például útépítésre, vagy más fejlesztésekre is lehet forrásokat találni, akkor ez a munka folytatható, és ez mindenki örömére szolgálhat majd. Ez persze az szükséges, hogy a képviseletet majd legalább olyan szinten, mint ahogy most volt, ebben az összehívású tanácsokban újra meg tudjuk ismételni. Ehhez pedig egy újabb sikerre van szükség az elkövetkezendő önkormányzati választásokon. A sikerre pedig szavazatokhoz van szükség. Egy hónap maradt körülbelül az október végi helyhatósági választásokig. Hogyan lehet megszólítani, elnök asszony, az embereket, akár a külföldön lévőket, hogy jöjjenek haza, akár az itthon lévőket, hogy menjenek el szavazni. Hogyan lehet megszólítani az embereket, hogy látja? Én azt gondolom, hogy mindenkinek látni kell az elmúlt eredményeket, és itt hadd térjek még vissza, hadd dicsérjem a frakciónk vezetőjét, aki nagyon ügyesen tudott lobbizni a megyei tanácson belül, nagyon jól ellátta a feladatot, tudta koordinálni a munkát, és valóban a maximumot ki tudta hozni, hogy például egy utat az útépítésre hadd mondjak, az utolsó pillanatokban is kaptunk lehetőséget, javaslatot tenni utakra, és bizony-bizony igen nehéz volt ellenállni, hogy ne vigyék máshová, hisz mindenütt rosszak az utak. Beregszázi járásban például minden áron a Kövesdi utat akarták megcsinálni, hiszen valószínűleg szavazatokat szereznének bizonyos lobby erők, hogyha a Kövesdi kistérség, ami a járáshoz tartozik, az útja jó lesz, ezért alig tudtuk megtartani, hogy a Déda gut útvonalon maradjon meg a javítás, holott ezen az útvonalon van egy kistérség, a Nagybégányi kistérség, amelynek van két zsákfaluja, mely össze sincs kötve, Kisbégány is egy zsákfalu, Gut is egy zsákfalu, és a kistérség központjához nem lehet eljutni ezekből a településekből, és nincsenek összekötve, sőt az egész út hálózat olyan állapotban van Détától Bégányig, ami javításra szorul. Ezt is sikerült például megtartanunk az utolsó percben. Hogy lehet buszítani az embereket úgy, hogy nézzenek sét a saját portájukon, hogy kik azok, akik mellettük kiálltak, vagyis akik valódi magyar érdekeket szolgáltak, olyan érdekeket, ami mindannyiunk érdeke.
ki az, aki csak megalkudvott, vagy aki csak azt kereste, hogy az ő haszna mi lesz. A közösségért mit tett le, értük. És akkor el kell jönni szavazni, el kell menni szavazni, mert a különböző szinteken nagyon sok minden múlik. Meg tudják-e például a helyi kistérségek tartani a saját földjeiket, vagy pedig mások fogják tőlük elvenni, és hamarosan azt veszik észre, hogy a saját hazájukban nincsenek otthonuk, vagy nem tudnak építkezni, vagy tudunk-e oktatási intézményt nyitni, fenntartani, működtetni anyanyelven egyes helyeken, ahol eddig nem volt, mert ezt is ki kell valakinek harcolni. Annak idején Fodó Sándor azt mondta mindig a KMKS alapító elnök, hogy annyi lesz a miénk, amit kihorcolunk magunknak. Ehhez viszont olyan emberek kellenek, akik ebbe a harcba beszállnak, mert kintről bekiabálni a pályára könnyebb, mint a pályán focizni, vagy részt venni a meccsbe, de aki nem vesz részt, az nem is győzhet, és annak nem lehetnek eredménye is. Márpedig azért, hogy mi itthon tudjunk élni, boldogulni, ahhoz ebben részt kell venni, és mindenkinek a maga szintjén ki kell harcolni, ami neki jár, hiszen mi itt itthon vagyunk. Ahogy Füzesi Magda költőnő mondta, itt van jusson borsban és búzában, és ezt a jussot borban és búzában ki kell kaparni magunknak, vagy meg kell szerezni, vagy ki kell harcolni, hogy ne semmizzenek ki Kárpátalján minket. Az elmúlt időszakban választások során jellemző volt, hogy ukrán pártok magyar jelölteket indítottak a listáikon. Ez a folyamat mennyire veszélyes, mennyire vehetnek el szavazatokat magyar pártoktól, illetve az ilyen képviselők utólag mennyire képviselik a magyar érdekeket? A elnök úr hogyan látja? Hát valóban úgy gondolom, hogy most ezen a választáson ennek lehetünk majd a tanúi, hogy sok magyar jelölt lesz ukrán pártok listáin. Elmondhatom azonban azt is, hogy a magyar pártok, így a mi pártunk listáin is lesznek ukrán jelöltek. Tehát ez nem lenne nagy probléma az, hogy a magyarok az ukrán pártok soraiban tudják az érdekképviseletet megvalósítani. Ez egy másik kérdés, ugyanis a mostani választási kódex szerint a pártok, ahol pártlistás szavazás történik, már pedig legtöbb helyen az történik, jogosultak arra, hogy imperatív mandátumot adnak a képviselőiknek, ami azt jelenti, hogy visszaírhatók. Tehát elég egy párt döntés, és az a képviselő, aki pártlistán bejutott, hogyha nem fegyelmezett és nem azt csinálja, amit a pártpolitika megkövetel, és a pártvezér megkövetel, akkor visszaírható egyszerűen, ami azt jelenti, hogy teljes függőségben vannak. Hogyha annak az ukrán pártnak a politikája nem egyezik a magyar érdekvédelemmel, akkor bármikor visszaírható, és már nem is lesz képviselő. Tehát jó, neki ott egy közkatonának kell lenni. Egy magyar pártban ez nem így van, egy magyar párt mindenképpen a magyar érdeket kell, hogy megjelenítse és érvényesítse. Úgyhogy nagyon fontos lenne, és mivel a parlamenti képviseletet tavaly nem sikerült elérnünk, lehetőségünk sem volt nagyon, ezért mindenképpen a legfontosabb lenne az, hogy a megyei tanácsba bekerüljünk, és a megyében a magyar érdekképviseletet megvalósítsuk. Hiszen láthatjuk, hogy egyrészt harcolni kell a jogainkért a korábban meglévő, de az utóbbi időben beszűkült, vagy teljesen elvett jogainkért a nyelvhasználat tekintetében az oktatáson belül, illetve a társadalmat minden területén harcolni kell a megmaradásunkért, küzdenünk kell, és ezt a küzdelmet politikailag egy megyei tanácsban lehet csak megvalósítani valamilyen szinten. Ha ott sem leszünk, akkor teljesen ki leszünk szolgáltatva az itt működő más politikai pártoknak, amelyek ugye ukrán pártok lesznek. A helyi szinteken pedig, mivel új nagyjárások lesznek, még nem igazán ismerjük a kompetenciákat, de valószínűleg azért feladat és jogkör jut nekik is. Tehát jó lenne, ha ott is legalább a 4 járásban, ahol most indulni fogunk, 4 járási tanácsban lenne képviseletünk, és a Beregszászi járásban jó lenne, ha sikerülne megszerezni a többséget és a vezető pozíciót, de a kis térségekben is, ahol magyarok többségben, tehát többségben élnek, és sokan vannak ott, az érdekképviselet nagyon fontos. Azért, mivel ezek a kis térségeknek a jogkörei már úgy nagyjából ismertek, és azt tudjuk, hogy sokkal nagyobb lesz az önállóság. Tehát több forrás fölött fognak rendelkezni, és sokkal nagyobb kompetenciákkal fognak rendelkezni. Tehát sokkal felelősségteljesebb döntéseket kell majd hozni, mint eddig. Ha ezeket a döntéseket a fejünk fölött nélkülünk hozzák meg, akkor ne számítsunk arra, hogy ezek nekünk kedvező döntések lesznek. Ha viszont ott leszünk, és megfelelő súllyal leszünk jelen, úgyhogy, mint így mi a medély tanácsban az elmúlt 5 évből 4 év során nélkülünk nem született döntés, hogyha a kis térségekben is majd, meg a járásokban is, ahol ott vagyunk, nélkülünk nem születhet döntés, akkor ezek a döntések várhatóan számunkra kedvezően alakulnak.
Ez nagyon fontos lenne, és ezért fontos, hogy olyan emberekre szavazzanak majd a választópolgárok, akik nem önérdekből, a saját érdekeikből, szavazatvásárlással, más csalásmódján próbálnak oda kerülni, és hogy a saját vállalkozási, gazdasági érdekeiket szolgálva fognak ott tevékenykedni, hanem valóban felvállalják a közösség érdekeit megye szintjén, járás szintjén, kistérség szintjén, és ezért, hogyha kell, ki is állnak, van merszük, van bátorságuk, van bölcsességük, kiállni és képviselni többi embert. Azért képviselő, hogy képviseljen. Ilyenekre van szükség, válasszuk ki, tegyünk különbséget a jó és a rossz közül, és azokra szavazzunk, akikben ezt látjuk, akik már megmutatták, hogy a küzdelmet vállalták, eredményesek tudtak lenni, felmutattak valamit az életben, és továbbra is felvállalják ezt a harcot, ami vár ránk, mert nem könnyű idők jönnek, ez biztos. Orosz Ildikónak és Barta Józsefnek köszönöm a beszélgetést, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, nézzék a TV21 Ungvárt minden nap, viszontlátásra!